Jó néhány vezető politikus, köztük Kamala Harris alelnök is leadta szavazatát kedden az amerikai félidős választáson. Szakértők szerint a választás 6 államban, Arizonában, Georgiában, Michiganben, Pennsylvániában, Wisconsinban és Nevadában dőlhet el. A UCLA-US politikai központ társigazgatója dr. Julie Norman szerint ebben a versenyben a választók számára a gazdaság és az infláció a legfontosabb kérdések. Ha a demokraták elveszítik az egyik vagy mindkét házat, ami valószínűnek tűnik, az felborítja Joe Biden elnök programját a következő 2 évre. A legjobb esetben is sok támadás érheti a politikáját a képviselőházból, rosszabb esetben pedig a támadások Biden személyes ügyeire is irányulhatnak, mondja a szakértő. Donald Trump korábbi amerikai elnök Palm Beach-en szavazott. Trump azt mondta újságíróknak, szerinte a republikánusoknak remek éjszakájuk lesz. A közvéleménykutatások szerint a republikánusok visszaveszik a demokratáktól a képviselőház és a szenátus irányítását, végeredmény pár nap múlva várható.